Hoppá, kopasz lett! My hair! No! I want my beautiful hair back! Jaj, hagyjad már a felébe! Úgyis kevés volt belőle! Ha, Péter! A viccmester! Itt van Pecs, egy új videóval! Itt van Pecs, egy jó videóval! Torzon! Torzon, Busz Péter! Nincs most sapka a fején neki! De ettől független! Köp egy nagyot! És jó kis mexikói szakállat növesztett! Üdvözlök mindenkit az én nevem! Üdvözlöllek itt ebben a videóban! Cringe, amit csinálok, tudom, kínos, ne kapcsold el a videót. Ez itt a Misty barátjának külön játéka? És most megprekeljük? Ne kapcsold el a videót, megígérem, nem leszek. Na, John Cringe. Na, John Cringe. Na, John Cringe, úgyhogy rányomok a play-re. Na, John Cringe. Na, John Cringe. Play, play, play. Play, play, play. Play, egyes pálya, egyes pálya, egyes, egyes, egyes. Ó, azt a rohadt élet, nem hiszem el. Mi a franc ez a játék, de tényleg. Macskákat rabol el! Már teljesen megnyugodtam egyébként. Jó van, oké, megnyugodtam. Ebben a játékban is rohadt hülye hangja van neki. Ó, mik ezek a non-copyrightos zenék. Na, most ez lesz a tutoriál? Aha. Move forward, tessék. Swipe up to the screen, tessék. Swipe up, aha. Great attack and hand button collect gift. Oké, okay, megvan. És most követnem kell a lábnyomokat. Ugye erről a játékról nagyon sok információt kaptam tőletek, miszerint ez Mistynek a barátja, és milyen... milyen kastélyba lakik ez, vagy mit tudom, én azt tudom, hol vagyok. Elég érdekes a játék. Még nagyon kezdetleges a játék, de szerintem ki lehet próbálni egy videó erejéig. Hát akkor prankáljuk meg, és itt most mit csinálják? Le kell raknom a dobozt, aha, és most el kell szaladnom, hogy a neighbor jön, atyósai, egy házam van. És ott jön a neighbor. Yeah, I hate when people send gifts. Whatever, let's check this crap. Mi fog történni Torzon Busz Péterre, óriási prankje, az első nagy prank! Azt a mindenit! Ha ha ha! Ho ho ho! Nem bírok! Nevet a vakbelem! Nevetsz vakbél! Haha! Mr. Grumpy! Mr. Grumpy most éppen alszik! De miért ilyen érép a zene? Írép a zene! Ismerem ezeket a non-copyright zenéket egyébként, sokat használtam én is. És most Mr. Grumpy le fog feküdni, és aludni fog. Miért ilyen érép a zene? Nagyon írép a zene, de mindegy, nem, mindegy, hagyjuk, jó? Engedjük el a játék mechanikáját. Let's go! És most ott a kis kamera. Ott alszik, figyelj, a kis kamerát figyeld. Össze kell kollektelnem a sajtot. Oké, ezt kinyitom. És hol van a sajt a dining roomba? Dining room 1-es, itt van. Oké. Még mindig alszik Mr. Grumpy. Ott a sajt. Nagyszerű. És most a bedroomban kell... Hú, de segít a játék. Aha, de várjál. Nem itt alszik? Ott alszik. Ajaj. Halkan, halkan. Nehogy Mr. Grumpy felkeljen a büdös... Megmertem volna majdnem kérdezni, hogy a nadrágja közepén miért olyan színű, de inkább nem kérdezem meg. Köszönöm szépen. Oh my god! Oh my god! Get off my bed, you... Oh my god, get off my bed! Atya úristen, azok a kezek, amiket... És az a kiég, és így... Hát ez a csáv az kész. Tehát oda tettem egy pár sajtot, és egyből jöttek az egerek. Értem. De mi volt ez a... Oh my god! Lehet túl sok óvány meg kell nézni, aki magyar és angolul beszél. Na visszatértünk a fül zengető zenével. Nem tudom miért ilyen, esküszöm. Pedig lentem vettem a játék hangját, és most úristen, most Mr. Grumpy fürdeni akar. És én meg fogom rázni. Végül is egy kis... Egy kis rázó prankben mi baj lehet, attól függetlenül, hogy belehal, de igazság szerint semmi baj. Ó, micsoda fürdőkádja van ennek az úriembernek, és ott megy. Na, köszönöm a játéknak, hogy itt segít, hogy mit kell csinálni, let's go. Collect battery from study room, oké, okay, ez fog történni. Study roomból összekollektálom a battery, ott van, nézd meg. Ever start battery. Erről az, engem nem rázd meg természetesen, az mit csinál?
I will be the richest man in the world. Ez mit csinál ez a csávó? Na várjatok, itt valami nem stimmel. Secret Chamber? Mi a Secret Chamber? Mi a francot művel az a csávó az? Jó, semmi baj. Oké, semmi gond. Tehát akkor tessék. Ne... Ezt nem fogja észre, ezt nem fogja észrevenni, hogy konkrétan bele van vezetve egy áramkör a kádba? Azt nem mondta, hogy ezt nem fogja észre, nem fogja észrevenni, figyeld. Ő tök nyugodtan megy fürdeni most egyet, érted? Én kijöttem minden a házból. Yeah, let's go. Óriási nagy prankmester vagyok, kész, nincs mese. Nem vette én... Hogy nem? Konkrétan megöltük a csávot, de a prankért mindent és a nézettségért. Ja! Hát eznek nem... ez kész, ez kész. Hát jó, miért? Semmi baj, a hajamat közben megettem az egész videó alatt közben. Mikor vágod már le? Nézzük a következő pályát. Megint itt vagyunk. A fülemet már szétcseszte a zene. Mr. Grumpy fél a szellemektől. Gyerünk és ijesszük meg! Nyilván az ő házában van egy fúcson, egy collect csontváz. Semmi gond, oké, rendben. Fel kell vennem a skeletont, és el kell vennem a studi roomba! A studi roomba fogom elvinni, és ott van a csávó, itt van. Ú, nagyon félni fog. Atya úristen, de félni fog! Ezek a prankek, szerencsétlen éppen túléltett egy áramütést, és én már megyek, és már egyszerűen megijesztem. Aha, valami horror hangot is kell lejátszani majd. Úgyhogy lesz jumpscare is ebben a videóban, gyerekek. Oké, szóval Mr. Grumpy Brumpy Lumpy Gumpy Pumpy alszik ott van az ágyban. És nekem meg kell találnom a skeleton, de most már nem segít az játék, most már nem segít, most már nekem kell megtalálnom. Megvan a skeleton. Oké, helyezzem el a bedroom 2-be, a szomszéd bedroom 2-jébe, meg lesz. Köszönöm szépen. Toljuk. Itt vagyok, nem fog elkapni soha. Oké, ez megvan. Most pedig meg kell találnom. Aha, most bekapcsoltam, nem kell megtalálnom, csak be kellett kapcsolnom, és most el kell, hogy menjek. Na, lássuk! My God. Úristen! There's a ghost in my house. Először is tisztázzunk valamit. A csontváz az nem ghost. Az nem szellem, a csontváz az nem szellem. Oh my God! Ez a prank! Ez rossz volt ez a prank! Jó, micsoda pályák vannak! Megyünk, nézzük a következőt. Hát prank hátán következik, srácok. Oké, okay, Mr. Grumpy Lumpy nagyon szereti a haját, azt a keveset, ami van. Mert hogy a csávó full kopasz fel, a feje teteje full kopasz, de ő szereti a haját, jó van, semmi baj. Oké, okay, és rendben, most a shampoo prank következik. És most ki fogjuk cserélni a sampont? Nagyon megszivatjuk Misty barátját! The writer must be out of his mind. És most olvas, jól van, oké. Okay. Oké, okay, rendben, olvas. Akkor most megyünk és összekollekteljük a... Várjál, nem ebbe a szobába kellett volna bemennem valamelyikbe? Ebbe be lehet menni? Itt van valami? Nincsen semmi. De attól félek, észre fog venni a csávó, itt sincsen semmi. Tudjátok milyen háza van neki? Nagyon hasonlít számomra ez a háza Viszlát királyom játékban lévő Mátyás királynak úgymond az otthonába. Mennyi szobája van? Még szobában van, remélem. Hol volt az a cucc? Már el is felejtettem. Oh my God! A csávó az nem vesz észre, érted? Nincs mitől tartanom, fiú. Ennyi, annyira van, bele van merülve, érted? Hol volt a cucc? Elfelejtettem! Ja, a bedroom 1-be van, ott írja, hogy a bedroom 1-be. Hát akkor menjünk már be a bedroom 1-be. Ez a bedroom 1, itt van. Érted, végig ott írt a Péternek a játék, hogy hova kell menni, de Péter nem bír elolvasni. És konkrétan a csávó nem is mozog, érted? Nem mozog a csávó. Mindent meg kell csinálni, és kész. Ajaj, most kezdett el mozogni. Nos, milyen az, amikor észrevesz? Vagy azonnal game over van, ha észrevesz? Na jó van, majd a következő pályán megnézem, mert most már furdal a kíváncsiság, hogy a csávó konkrétan egy helyben van addig, ameddig én nem csinálom meg a feladatot az adott pályán, és ez nekem nem tetszik. Most, shampoo prank! Shampoo prank! Most meg normális hangja van.
Az előbb meg ilyen most miért van normális hangja, és ötöd a ruhába. És megmossa a feje tetejét, ahol nincs haj. Hoppá, kopasz lett! My hair! No! I want my beautiful hair back! Jaj, hagyjad már a felébe, úgyis kevés volt belőle! Ha, Péter! A viccmester! Oké, okay. Mr. Grumpy Mumpy, na vajon most mi lesz? Skateboarding skills? Még deszkázik az öreg csávó? Ez a nevetés, ezzel nem bírom betelni. Én vagyok a leggazdagabb ember a földön. Aha, szóval most meg kell fognom egy... Oké, okay, oké, okay, értem, értem, szóval, jól van, jó, jó, köszönöm szépen, gyorsabban már. És a kopasz a csávó, nem nőtt vissza a haja, vágod? Ezt legalább megcsinálták, érted, hogy azt hittem már megint ki fog nőni a haja vagy valami, nem, ugyanúgy kopasz a csávó, és most mozog konkrétan. És még mindig a haját nézi. És még mindig nincsen haja, cimbora, mi a helyzet, miért mennyi legyen deszkázni? Ó, oh, micsoda gördészka prank lesz. Oh, nagyon fog ez szakózni, fogadjuk a házba, fog hallott, fogadjuk a házban. Ladies and gentlemen, let me introduce you with the world champion skateboarder, El Neighbor. Oh, El Francisco! Aha, aha, na lássuk. I think nobody's seen that. Kitört a foga? Kitört a foga? A nagy világ championship bajnok! Hát, most már foga sincsen, érted? Most már kopasz meg fogatlan, érted? Leépül teljesen a csávó alattam. Oké, okay, Mr. Grumpy nagyon szeret barbecue-zni éjszaka kellős közepén. Hátul szeretném figyelmetbe ajánlani a fákat és mindent. Hú, de jó ez a játék! De amúgy... Aha, szóval most... ezt a kopasz fogatlan embert most valami barbecue-val kell megprankelnem. És akkor tulajdonképpen... Oh, a gázolajat kell! A gázolajat kell! Oké, és vettem! Na jól van, elég már... Jól van, már nyomom! Na, szóval... Lássuk, hogy mit kell csinálni. Össze kell gyűjtenem a vizet. Összegyűjtöttem a vizet, nagyszerű. Most bemegyek a házba... This book is nonsense! Hoppá, ez nem itt van? Ja nem, 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 először le kell locsolnom a tüzet, bocsánat, követnem kell a játék utasításait természetesen. Ez mondjuk annyira nem tetszik, hogy mindent ír egyébként a játék, hogy mit kell csináljak. És most itt vagyok a dining roomban, nem kell annyira mászkálni ám messzire amúgy a tolgokért se, szóval tényleg nagyon kezdetleges ez a játék, ne várjunk tőle sokat! De ezt egyébként írtátok sokan is. Aha, és most lelocsolom. Nagyszerű, és most pedig el kell szépen hazamenjek, konkrétan csak én lakok vele szembe a környéket, tehát más ház nincsen, csak én vagyok az egyetlen szomszédja, és a házam sincsen normális megcsinálva, mert bemenni sem tudok szerintem a saját házamba, de én azt most meg fogom nézni. Bemegyek a saját házamba? Nem bírok, nem bírok, jól van. Hello szomszéd, jó barbecue-zást, azért majd adjál majd egy kicsit, azért igazán áthívhatnál. Milyen jó a hajad? I need to light the fire. I'm burning. Ez valami ultra kínos volt, hölgyeim és uraim. Ez valami ultra kínos volt. Ez a megjelenés. Oh my goodness. Hát ez akkora prankmester vagyok, érted? Folyamatosan jönnek a prankek. Misty barátja csak kapja, és kapja, és kapja. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, ha szeretnétek még, hogy folytassam ezt a játékot, attól függetlenül, hogy ennyire gyerekcipőbe jár még, és hogy folytassuk Misty barátjának a prankelését, akkor írjátok meg a komment szekcióban, én Owen McKenry voltam, a Torson Boss.